Tőzsdei módszerekkel a termőföld piacon. Üdvözöllek, Dombovágy Jens vagyok, a földbirtokos lesz egy csatorna tulajdonosa. Egy izgalmas témába vágunk most bele, a tőzsde, és hogy mi közel a tőzsdéhez, hogy hogy lehet használni tőzsdei technikákat a termőföld piacon. És ebből most hagyjam menjek ki egyetlen egyet, ami, és nem a zsíványságot, tehát nagy félreértsük, nem a becsapását és minden más az embereknek, hanem egy használható, élő és használható módot. Amit már egyik volt klubtagom alkalmaz is nagy eredményekkel. Annyi a szépséghibája, nem is szépséghiba, annyi az előnye a történetnek, hogy azért kell hozzá egy képzettség, az ember ezt tudja. És ez a képzettség nem más, mint a hitelesség és a piacból bedolgozása, tehát hogy magadnak. És milyen emberek ezek? Ez más ingatlan piacon is működik, és szerintem mások is használják, csak nem gondolták, hogy ez tőzsdéről. Én a tőzsdéhez hasonlítom. Ez pedig mi? Hát a tőzsdén mi van? A tőzsdén az van, hogy vannak gazdasági társaságok, én alakítok egyet, és a tőzsdére tudom vinni megfelelően azon a kritériumok, amit hitelessé válok, mert a beszámolói minden nyilvános, hitelessé válok, és elérem a szintet, amit a tőzsdei bejuhatáshoz szükséges, vagy lehet, kell, akkor tőzsdei céggé válok. Mi történik a tőzsdén? A papírjaimat, tehát a részvényeimet adják, veszik. Én dolgozom, nekem is van egy pakettom, hogyha megtartottam, és nem adtam el, de forgalomképessé válik a cégem. Hisznek be az emberek, pénzt fektetnek azért be a papírjaimba, én friss tőkéhez jutom, mert én bocsátottam ki, friss tőkéhez jutok, és ezzel tudom fejezni a cégemet, a vagyonomat és minden mást. Hogy működik ez a földpiacon? Hogyha te elég hiteles vagy, és be tudtad dolgozni magad egy piacba, akkor elhiszik rólad, hogy te abban jó vagy. Ha eléggé nyilvánvalóan csinál a dolgaidat, tehát nem zsivány módon és fű alatt lapulva, név nélkül és bármi más, tehát megbújva, hanem tényleg nyilvánosan és hitelesen csinálod, akkor is jó boltokat csinálsz, mert látják a többiek, hogy fejlődsz és jönnek az adatok tőled, akkor elhiszik neked, hogy te ügyes vagy ebben a szegmensben. Ha elhiszik neked, akkor mi fog történni? Akkor fogják hozni neked a pénzt, hogy segítsen nekik, mert ugye a ingatlanpiacon kevésbé ingatlanpiacon a tudás sokat akarják veled pótoltatni pénzért. Tehát, hogyha lakást nem tudják, hogy van pénze, örökölt, nyert, bármi csinált, van pénze, hogy megkereste valahol, és nem tudom, mit kezdeni, akkor oda megy hozzá, hogy vegyünk valamit. Én nem értek semmihez, vegyünk valamit, vegyünk egy lakást, te tudod, te jó helyet fogsz venni, vegyél valamit. Egyszer dolog. Nincs semmi. A földpiacon kicsit más a helyzet, mert még bejön még korlátozó tényező, a földtörvény. Tehát itt csak a hiába van pénzed, még tudásod hozzá, ha nincs meg a jogosítvány hozzá, nem tudsz érvényesülni a földpiacon. De ha neked van jó jogosítványod, van jó tudásod, van jó kapcsolatrendszered, és hiteles is vagy, akkor elvileg sorba kéne állni. És ja, és nincs tőkéd, és ez nagyon fontos, hogy nincs elég tőkéd a céljaid megvalósításához, akkor könnyedén be kell tudnod vonni a tőkét máshonnan, más emberekét. Mi leszel te ilyenkor? Hát a tőzsdén nem, de itt a stróman leszel, ez a szép neve van az embernek ilyenkor, stróman. Egyet tudjál, a földtörvény és a földtörvény védelme alatt a stróman se járhat soha rosszul. Tehát ha tisztességes vagy, akkor a befektetőt sem fog rosszul járni, és te se. De te semmiképpen nem járhatsz rosszul. Tehát gondold végig, hogy tudsz ezzel a kis filmmel kezdeni valamit, vagy nem. Csak van kérdés, akkor írd le a film alá. Mert szerintem, ha ezt jól végig gondoltad és végignézted, akkor vagy magad, vagy ismertségi körödben van olyan ember, aki ezzel tudna élni. Eszembe jut egy vicc is. A vicc pedig úgy szól, hogy ha állandóan rossz társaságba keveredsz, akkor lehet, hogy te vagy rossz társaság. Ez csak így a végére egy kis humort a bombont a végére. Üdvözlök, szervusz! Ha tetszett, akkor iratkozz fel a hírlevélbe, és lájkolj! Szervusz!